Köszöntöm a Köztér valamennyi nézőit. Mai adásunkban a rejtélyekkel fogunk foglalkozni, az ezüsttel, amibenhez vér tapad. Számos egyéb érdekes információ is elhangzik a szeúzó kincsek kapcsán, hiszen ahogy arról már itt beszámoltunk többször is a Fehérvár televízióban, a szeúzó lelet együttes, páratlan értékű lelet együttes eddig ismert darabjai hazatértek. Ez a mai témánk, és nagy szeretettel köszöntöm a stúdiumba Nádorfi Gabriella, római koros régészt. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Én köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát azt hiszem, hogy itt Fehérváron, akár a Fehérvár televízió nézőit nem kell meggyőzni arról, hogy micsoda fantasztikus dolog ez, hogy újra itthon vannak a szeúzó kincsek, hiszen nálunk azért nem véletlenül van igazán nagy érdeklődés a szeúzó kapcsán, a lelet együttes kapcsán, hiszen ezer szállal kötődik a megyéhez, Szabadbattyány, Polgárdi térségéhez ez a páratlan lelet együttes, de azt hiszem, hogy mondhatom azt, hogy nagyon vártunk már a hazatérésre. Igen, hát tudjuk azt, hogy 2014-ben hazatért az első része, hogy úgy mondjam, a szeúzó kincseknek, és most végre hazakerült a második része is, amit hazahozott a kormány, és ez az értékesebb része a kutatások alapján, illetőleg hát a szakma alapján. Tudjuk azt, hogy ez a lelet együttes az egyik, hanem a legértékesebb késő római kori lelet együttes, ami ugye itt került elő a mi térségünkben, és ezért nagyon fontos, hogy hazajöjjön, vagy hogy itthon legyen, mert hogy a miénk. Na most néhány szót arról a pár tárgyról, ami hazaérkezett. Az egyik az a Hippolytosz készlet, ezt így nevezték el az ábrázolások alapján, ami egy kancsóból és két vödörből áll. Meg kell, hogy mondjam, hogy a vödörnek, illetve ez most szitula, tehát igazából az a neve, az analógiái, tehát ezek a formák, ezek itt jelennek meg a mi térségünkben, tehát a Duna vidékén, a Rajna vidékén is megtalálhatók, germán leletekben, és ugyanakkor a két szitulának a fülei, azok gyakorlatilag nagyon hasonlítanak a császári diadémokhoz. Tehát ami a lelet együttest a császárhoz köti, de már az anyag formailag inkább erre a vidékre koncentrálódik. Mondjuk azt olyan szempontból teljesen mindegy, mert tudjuk azt, hogy és most folyik ugye itthon a szeúzó anyagnak a vizsgálata, hogy több műhelyben készülhetett a lelet együttes, de azért formailag sok minden kötődhet erre a területre. Tehát ezt ért haza, hazatért egy úgynevezett fedeles korsó, amin szintén mitológiai ábrázolások vannak, két nagy tál, az egyik a Meleagrosz tál, a másik pedig az Achilles tál, ami olyan, közel olyan nagyméretű, mint amit itt 2014-ben már láthattak. Mint a azok a Perzsónál egy kicsit kisebb, de körülbelül olyan méretűek, hiszen ezek olyan 69 cm átmérő körül mozognak, rendkívül díszesek, meg kell, hogy mondjam. Tehát mind a két tál ugyanúgy mitológiai jelenetekkel vannak ábrázolva. Ugye azt tudni kell, hogy a késő római antik művészet az nagyon erőteljesen, vagy erőszeretettel megy, fordul a késő antik, vagy korábbi görög-római mitológiai jelenetekhez. Tehát a késő antik művészetnek az egyik jellemzője, hogy ezeket a mitológiai jeleneteket felevelemítik és ábrázolják. Tehát azt hiszem, hogy hallatlanul nagy jelentőségű, hogy itthon van, és egy tárgyat kihagytam, ez pedig az amfora, ami szintén ebben a másik tárcsoportban található. Tehát most végre együtt van a teljes lelet együttes, úgyhogy remélem, hogy marad is. Hamarosan innen fogjuk folytatni, de ugye hát azt az elején mondtam, hogy számtalan titok, rejtés, nagyon sok talány övezi a szeúzó kincsnek a történetét. Erről tekintsünk meg egy összefoglaló anyagot, hogy pontosan hogy is történt annak idén, hogy kerülhetett elő, és egyáltalán mi az, ami biztosan tudható.
A Magyarország családi ezüstjének becézett Szeuzó kincset Sümeg József és társai találták meg 1975-76 körül. A 24 éves honvéd halálát 1980-ban öngyilkosságnak akarták beállítani, de a későbbi nyomozások gyilkosságra utaltak. A római korból származó ezüst tárgyak eltűntek, titok, rejtély és gyilkosság övezi a mai napig a kincs sorsát. Nyitó jelenet a kőszárhegyi kőbányában. Dézsi Zoltán dokumentumfilmes rendező nem véletlenül választotta ezt a helyszínt a Szeuzó kincs történetét feldolgozó filmjéhez. Ez is lehetett az az alagút, amelyet a bodalki tanunk elmondott annak idején, hogy egy alagútba berobbantottak értékes tárgyakat, és katonák haltak meg ott. Tehát ez egy bányavágott kijárata itt Kőszárhegyen. Milliárdos műgyűjtők és alvilági kapcsolatokkal rendelkező vállalkozók rejtegethetik a Szeuzó kincsek eddig elő nem került darabjait. Így tudja Dézsi Zoltán filmrendező, aki több mint 20 éve eredt a rejtélyek nyomába. Többé-kevésbé hitelesen tudjuk rekonstruálni, hogy hogyan halt meg Sümeg József. Be tudjuk mutatni azt is, hogy az a másik kis katona, akiről itt a környéken mindenki úgy tudja, hogy összefüggésbe hozható a Szeuzó lelettel, annak az igaz története, hogy volt, mint volt. Megtudhatjuk azt is, hogy kihez kerültek innen a Szeuzó kincsek, illetve bizonyítottan 30-40 darabja. Ki az, akit megkértek arra, hogy vigyék ki az országból. Többen is látták a Szeuzó kincset az 1970-es évek második felében Magyarországon. Strasser István és Harmat József nem csak hogy látta a kincs egyes darabjait, de a kezükben is tartották azokat Polgárdiban, a Sümeg házban. Ekkor még élt a kincs megtalálója, Sümeg József. Megsmirblizem, és akkor meglátjuk, hogy mi ez a tárgy. Ennek a nyoma látszik is, meg kell, hogy mondjam. És meg is mirbliztem, hozzáteszem. Durva módszer volt, de akkor azt találtam a legjobbnak. És utána, mivel ugye én könyves vagyok, és könyves kalapács nélkül, a könyves nem könyves, hát vittem a kalapácsot is, mert mindig azzal mozogtunk ott a kertbe, kertvégi népítkezés közben. Hát egyenesítsük ki, egy kicsit görbe már ez a tál. Hát rátettük egy ilyen egyengető vasasztalra, háromszor arra ütöttem meg, és azt is durvának találtam mind a smirglizést, és ott abban maradt az én ténykedésem. Ugye ez volt a Perzó tál. Igen, látszik a törés, a súlyánál fogva, ezeket a több évtizedes emlékeket idézte fel Strasser István, a Szent István Király Múzeum és a Fehérvár Média Centrum korábbi közös rendezvényén, a Szeuzókedd előadás sorozaton. A később meggyilkolt Sümeg József egyébként többeknek megmutatta a kincset, azonban azt jelenleg egyetlen egy tanú sem tudja, hogy pontosan hol találta azokat. Az ezüstöket szinte megfeketítő grafitszerű por miatt sokan tényként közölték, hogy a kőbányából kerülhettek elő. Amikor megmutatta, te Jóska, mondom, ez a bányából való tapintásról. Mert ugye aki jár, dolgozott a bányába, faragta azt a követ, érezte, az megállapítja annak ellenére, hogy nem kell ahhoz muzeológusnak lenni, meg eszünkbe se volt ám a múzeumba elvinni, ezt hozzáteszem, mert nem tartottuk olyan értékesnek. Ezt a jelenetet rekonstruálta Dézsi Zoltán is a kőszárhegyi forgatás során. Most a mi az ott? Kamerába ne néz, és a markológép mellett menj el. A rendező egyébként úgy véli, ez a bánya több szempontból is fontos, tanúk szerint rejthettek el itt más kincseket is. Nem csak a római korban rejtettek el kincseket, volt itt világháború is, 45-45 fordulóján a környező kastélyokból is mentettek el kincseket, nem kizárt, hogy ez az alagút az egyik ilyen helyszín. És sok egyéb olyan szelete van ennek a történetnek, amely nem pont a Szeuzóhoz kapcsolódik, de akár kapcsolódhat, vagy római kori értékekhez, vagy egyéb értékekhez. Tehát én úgy gondolom, hogy összeáll a filmemből egy olyan történet, amely sok dolgot megmagyaráz. Vannak olyanok is, akik szerint egy régi pince mélyítése közben került elő a páratlan lelet. Pereces Ferenc szerint egy római kori villa padlózata alatt lévő fűtés alagútban voltak a kincsek, a villa kőpadlózatát pedig Sümeg József, a kincsek ma már nem élő megtalálója törte fel. Én adtam a tanácsot, hogy hova menjen ki római településre, hogy keresni, és így találta meg, mert én jóval előtte már megtaláltam egy
római település, találtam ott egy nagy ólomedényt is, hatalmas, és szegény Józsi fölbontotta az alagutat, rajt jártam 5 évig, és nem gondoltam, hogy az alatt van. És Józsi így járt, oda járt elég sokszor, 79. október, szeptember vége, október eleje, akkor lett felbontva. És ott találtam meg az összes edényt. Nem, szerintem se polgárti, sőt a gyilkossághoz én 2 embert kötök, aki a Józsit mikor felakasztották, utána a nájamát megkeresték, és a feleségem, az volt a szerencse, hogy az anyósom is ott hol volt, mert az a 2 ember lökötte befelé, menjünk be a lakásba, és a római kardokat adjam oda. Pereces Ferenc találta meg, és adta át egyébként a múzeumnak azt az üstöt, amely szintén a római korból, a 4. századból származik. Ezt korábban már megmutatta stábunknak Nádorfi Gabriella. Nagyon jelentős darab, szintén egy egyedülálló, szinte majdnem egy egyedülálló darabnak mondhatjuk birodalmi szinten, Pannoniában biztos. Olom üstöredékek vannak nagyon kevés, de ilyen állapotban nem nagyon van, de még a római birodalom területén sem. A Szeuzókincs kapcsán folyamatosan felmerül a kérdés, lehetnek-e még tárgyak ma Magyarországon. Az bizonyosan tudott, hogy a leletegyüttes jóval több darabból állt, mint amennyi jelenleg az angol lord birtokában van. Ezt erősíti a tanuk által emlegetett 2 üst, valamint az, hogy a természettudományos vizsgálat során egy dologban minden szakértő egyetértett, a tárgyak legalább 2 csoportban voltak elrejtve. A lényeg az, hogy egy honvédséghez köthető vonalon ment végig az egész, katonai titkosszolgálat, illetve honvédség, és az az ember, akinél volt a Retek utcai lakásában 40-valahány darab, ezek a tárgyak, amikről az összes tanú beszél, az az ember több éven keresztül azon dolgozott, hogy kicsempésze valahogy a kincseket. Hát sikerült, az a 14-et bizonyosan sikerült kicsempésznie. A többiről én nekem az a véleményem, hogy még itt van Magyarországon. 1-2 kivétellel. A Szent István Király Múzeum szakemberei bizonyítottnak látják a Szeuzókincs Többfehér megyei kapcsolatát. Tulajdonosuk igen magasrangú személy lehetett, ez a leletegyüttesből is kiderül, ami NASA ajándék volt feltehetőleg. A kincsek másodlagos előkerülési helye a palotától mintegy 3 kilométerre található. Ugye a másodlagos helye ismert, konkrétan az pedig a Borbély pince. A tárgyakat tehát megtalálásuk után helyezték a Borbély pincébe. Éppen oda, ahol annak idején a kvádriposzt is megtalálták. Nos, hát én speciál még mindig egy kicsit így libabőrös vagyok attól, amikor azt hallom, hogy ezeket a csodálatos értékes tárgyakat mondjuk kömöves kalapáccsal vagy smirglivel nézték meg annak idején, ugye itt a Strasser és a Harmat urak mesélték a Sümeg Jóskánál, a kincsnek a megtalálójánál, hogy mik történtek. Gondolom, hogy ön is régészként, amikor erről hallott, biztos elborzadt. Igen, és hogyha emlékeznek a tévénézők, amikor mentek a Szeuzókeddek, és ugye meghívtuk, illetőleg eljött hozzánk Strasser István és Harmat József is, akkor ők ezt el is mondták, és bizony megnéztük azokat a smirglir nyomokat az edényeken, ez ott perzottál egyébként, ahol megmutatta, hogy hol smirglizte, hát azok tényleg úgy tűnnek, hogy smirgli nyomok. Tehát amit ő ott mutatott. Persze én megértem őket, nem tartom helyesnek, és tudom azt az ásatásaimból, hogy az emberek, amikor előkerül valami, akkor nagyon kíváncsiak, főleg a fém, vagy díszes, vagy valami, hogy mi az. Na most tudni kell, hogy ugye ezek nagy tisztaságú ezüstből készültek, és amikor ezek hirtelen lebegőt kapnak, akkor elkezdenek szürkülni, majd pedig feketedni, meglehetősen gyorsan. Tehát nem úgy néznek ki, mint most, ahogy látjuk őket csodálatos állapotban, hanem valami sötét, fekete, így akárminek van. Is gondolhatjuk. Hát ugye ők ezt el is mondták, nem is gondolták, hogy ez egy ilyen értékes valami.
és akkor az emberek, hogy lássák, ugye le akarják mosni, vagy éppen megsmirglizik, tehát valamit olyat csinálnak, amit igazán nem kéne velük, de a kíváncsiság hajtja őket. Na most, ahogy elmondtad, ezek valóban rejtélyes körülmények között kerültek elő. Sümeg József ugye elásta, sajnos nem hozta be a múzeumba annak idején, ahogy a Dézsi Zoltánnak a filméből, meg egyéb helyekről tudjuk, ő igazából azért akart eladni, hogy vegyen magának egy kis házat, lovat, lovaskocsit, hogy ugye majd elén tudjon indulni az életből. Ebben csak az a szörnyű, hogy ugye tudjuk azt, hogy ez a 70-es évek közepén került elő, és gyakorlatilag az akkori múzeumi törvény szerint, ha ezt a Sümeg József behozza a múzeumba, vagy beviszi a múzeumba, akkor megkapja a tárgyak súlyának az akkori értékét, tehát ez nem a nemes fémét. Na most ez ugye nagy tisztaságú ezüst, tudjuk, hogy 70 kiló körül mozog, annak azért akkoriban, a 70-es évek második felében, közepén bizony jelentős értéke volt, plusz még kap egy történeti értéket is. Tehát így becsülték fel annak idején ezeket az anyagokat. Én azt hiszem, hogy akkor ő bőven meg tudta volna venni azt, amit ő akart belőle, és még élne is a Sümeg József. De nyilvánvaló, hogy itt, ahogy én ismerem a történetet, egy kicsit félre is vezették. Tudtuk, hogy egy tanulatlan, egyszerű ember volt, és ő elvitte a födelmesi tanárnak, aki ugye egy tanult ember. Ő hát legalábbis számomra nem derült ki, hogy ő mondta, hogy hozza be a múzeumba, vagy nem mondta, de hogy értékes, vagy amikor kitudódott, akkor ugye lebeszélték róla, hogy mégis adja el valami magán műtárkereskedőnek, mert úgy nyilvánvaló, hogy több pénzt kapott volna érte. De az se biztos ilyenkor, ezt azért mondom, mert egy műtárkereskedő is nyilvánvaló, hogy nem fogja a teljes értékét megfizetni, mert keresni akar rajta. Tehát főleg, hogyha látja azt, hogy nem ért hozzá az illető, akkor nem vagyok benne biztos, hogy megfizeti a reális értékét. Tehát lehet, hogy a Sümeg még jobb, nem csak azért járt volna jobban, mert ugye életbe maradt, hanem esetleg még anyagilag is jobban járt volna, de ezt már kideríteni senki nem fogja. Ugye az is egy ilyen örök dilemma, hogy hány tárgy lehet, mert tudjuk azt, hogy hát legalábbis a nyomozati anyagok alapján emlékeim szerint az Ecserire is adott el tárgyakat, tudjuk azt, hogy ugye a katonasságnál is ráirányult a figyelem, tehát hogy ott is tisztebben voltak vele, hogy hát ez a Sümeg Jóska micsoda páratlan értékű kincset talál. Azt is tudjuk, hogy amikor megvételre felkínálták ezeket a darabokat, akkor utána előkerült egy levél, amiben még ennél sokkal-sokkal több a készlethez tartozó darabról ír, ugye a kereskedő, nevezhetjük így? Hát igen, a műtárkereskedő. Igen, most ez egy érdekes kérdés. Egy biztos, hogy ehhez a készlethez kellett még tartozni darabokatnak. Hogy mennyinek, azt igazán nem lehet tudni. Mert ha megnézzük ezeket a készleteket, de akár a koracsászárkorit, hiszen koracsászárkorban is vannak ilyen készletek, nyilván más motivummal, másképpen teljes készletet nem ismerünk. Igazán. A késő római lelet együtteseket, ha megnézzük, például ami nagyon közel áll hozzá, az a Kaiser Auguszti vagy a Hildesheimi kincslelet, azoknak ismerjük az előkerült darab számát, tehát ezek is el voltak rejtve, ami azért több. Hát hiszen nincsenek benne csészék, kanalak, lehetnek még benne tálak, kisebb tálak, tehát nagyon sok minden lehet még tartozhat hozzá, de ha megnézem ezeket a lelet együtteseket, akkor akár érem, tehát pénz, nyilvánvaló, hogy aranyérem, vagy akár ékszer is tartozhatott hozzá, de magához a készlethez, tehát ami ugye a tálaláshoz meg az evéshez szolgál, tehát ami be a lakomákon feltálaltak, ahhoz is kellett tartoznia még edénynek. Valóban úgy van, hogy a műtárkereskedő, amikor elkezdte adni el a Szatörbinek, aki elkezdte felvásárolni az anyagot, annak azt mondta, hogy még van hozzátartozó darab.
de azt senki nem látta, tehát a szatörbi sem. Tehát ő eladta ezt a 14 tárgyat plusz az üstöt, és utána még jelezte, hogy még van hozzá tárgy. Na most nyilvánvaló, hogy amikor felvásárolták, elég jól kapott érte pénzt. Na most egy műtárgykereskedő, gondolom én, hogyha én még akarok oda vinni anyagot, akkor azt mondom, hogy még tartozik hozzá, vagy tartozhat hozzá, és azért egy műtárgykereskedő, hogy mondjam, olyan szempontból nem dilettáns, meg van, aki nagyon utána megy a dolgoknak, hogy esetleg nem tudja, hogy többnek kell lenni hozzá. Csak kérdés, hogy valóban hozzátartozott-e. Ez az egyik dolog. Tehát nagyon zavaros ez a hozzátartozó történet, kell hozzá lenni anyagnak, hogy hol van, ezt jelen pillanatban sem senki nem tudja, szakember nem látta, hogy az hozzátartozik-e vagy sem, de a szatörbi sem, tehát hogy nem, úgyhogy lehetett is, meg nem is lehetett. Na most azt mondják többnyire, hogyha valaki olvasta, vagy figyelemmel kísérte az újságokat, hogy sok helyen van, azt mondják, hogy 40 darab, 100 valahány, vagy 240 darab, is, 240 körül darabot is mondanak, de én egy nagy kérdőjelet teszek addig hozzá, amíg nem kerül elő a többi része, egy biztos, hogy ennyi van meg, ez összetartozik, és még jöhetett hozzá. És ahogy említettem az elején, hogy biztos, hogy több műhelyben készülhetett, de ezen nem kell csodálkozni, mert ugye, ha kapott, és tudjuk, hogy ez valamilyen ajándék, tehát esküvői ajándék lehetett, ez a vétkészlet, de tehetett hozzá a tulajdonos még egy korábbiból is darabokat. Mert ugye a geometrikus tál az egy kicsit kiri onnan az edények közül, és valószínűleg az a legkorábbi darab, tehát rakhatott hozzá, mert lehetett még a családban más, vagy kapott máshonnan ajándékot, és akkor ugye egybe használta azzal. Ugyanakkor azt azért több tanú is állítja, hogy két üstöt talált annak idén, ugye a sümeg, igen. És a 40 kincses elméletre azért rajzok is készültek, meg tényleg azt itt több ember megerősítette, akár itt a környező említett Strasser harmad, de akár a Födelmesi vallomásában is talán ez volt. Igen, hogy volt egy kisebb üst is, és hogy abban voltak kisebb edények, de ez még lehetett, nyilván lehetett, tartozhatott hozzá, főleg ha ott találta a sümeg, amit a másikat, de semmi nincsen, semmi közelebbi nincs róla. Azt ugye a beszélgetés elején említettük, hogy ez az értékesebb rész, és hogy én utána néztem, gyakorlatilag itt a minták is kifinomultabbak, meg gazdagabb a mintakincse is ennek a anyagnak, vagy van olyan része, ami így gazdagabb, cirádásabb, ez egyébként hozzájárul az értékéhez, vagy ez csak nekem, mint laikusnak, aki szemléli, és úgy látom, hogy hát ez a kancsó sokkal szebben ki van dolgozva. Hát igen, ezek az ötvös művészet remekei, de hogyha valaki emlékszik például a Dionysos korsora, ami már a korábban visszaérkezett, az is ugyanilyen gazdag. És ugye ugyanolyan Dionysos jelenet van például az amforán. Tehát ez is azért erősíti az összetartozást. Hát erősíti, igen, mert gyakorlatilag ugyanaz a mitológiai jelenet jelenik meg, de azért itt is vigyázni kell, mert ha például azt hiszem, mondtam, említettem az Achilles-tálat, például a Kaiser Auguste könyvben is van egy Achilles-tál, de a kettő nem tartozik össze. Tehát külön is ábrázol, tehát külön is lehetett egy másik lelet együttesben, ez inkább a késő antik művészetnek a... Hát a kortrendje, fogalmazhatunk igen, így divatos szóval. Így is mondhatjuk, tehát hogy ez kedvelt ábrázolása volt. Na most azt hiszem, hogy az látszik, hogy mindegyik edény, vagy látszott, meg most is látszik, hogyha valaki akár megnézte a parlamentben, vagy látott róla fotókat, hát az interneten például fönt vannak, hogy bizony az ötvös művészetnek a remekei, ezek a tárgyak. Amik meg még itt is lehetnek a környezetünkben, hiszen ugye azért van egy olyan elmélet is, vagy hát azt feltételezik többen, hogy mivel ugye ezeken nem látszik, hogy milyen értékesek, vagy a sümeg apja ugye azért szétszórhatott egy-két tárgyat itt a környéken,
vagy bármi, az is előfordult, hogy valaki éppen az állatokat mondjuk vidéken aborítatja, nem? Igen, szóval ebbe tényleg az a szomorú, és lehet tudni, hogy állítólag a Sümegnek az apja az cserélt el, adott el tárgyakat. Akkor nyilván adhatott a Sümeg is tárgyakat, vagy vittek el tőle, és lehet, hogy valakinek ott van a padlásán. Tudnilik, ugye, ahogy beszéltük, megfeketedik. Tehát, és nem tudja, hogy az mi értékes. Vagy mit tudom én, a nagymama padlásán van, az unoka, nagymama már meghalt, és nem tudják, tehát az emberek. Na most tényes való, hogy itathatnak benne állatot, hiszen gondoljunk bele, hogy az üstbe is, ugye a harmatékot pont az üst érdekelte. Bitument akartak benne keverni. Tehát azért mondom, mert az emberek ugye fel akarják használni. Tehát nem tudjuk, ezért jó az, hogyha bármi olyan van, ami gyanús, még ha nem is az, hogy behoznák a múzeumban, megnéznénk, mert akkor tudjuk biztosan, hogy hozzátartozik-e vagy sem, lehet-e vagy sem, tehát ilyenekre oda kéne figyelni. És elképzelhető, hogy van olyan ember, akinek a tulajdonában van, de nem is tudja, hogy az micsoda, mert honnan tudná. Tehát nem tudja. Meg talán azt is kihangsúlyozhatjuk, vagy kiemelhetjük, hogy minden információnak vagy hallott dolognak is érdemes utána menni, hiszen hogyha így a nézők ebből még olyan sok mindent nem láttak, de halvány összeállítások már azért felfedezhetőek voltak nálunk is a Fehérvár újságban, de a Fehérvár televízióban, hogy hát a Szeúzó Kedd, a múzeum és a médiacentrum közös sorozata folyamat, egy olyan folyamat volt, ami tanukat hozott elő, és azért mi is voltunk jó néhány helyszínen, amit úgy gondoltunk, hogy meg kell nézni, hiszen volt, aki előadás után jött oda, és azt mondta, hogy ezt a pincét a Sümeg tudja, hogy használta, mert van rá elmondás, tanú, és hát ki kell menni az ilyen helyszínekre is, nem? Így van, és ugye meg is néztünk közben egy pár helyszínt. Én erre szoktam azt mondani, hogy negatív eredmény is eredmény. Tehát meg kell nézni, mert hogyha nem nézzük meg, akkor örökké ott marad, hogy hoppá, hát ha tévedtünk. Még akkor is, ha téves vagy rosszul emlékszik, de meg kell nézni. Tehát mert ekkor egy biztos, hogy azt ki lehet zárni. Tehát nyilvánvaló, hogy kemény utánajárások vannak, hogy valóban nem épültek később, stb. De meg kell nézni, tehát amiket itt elmondanak. És valóban a Szeúzó Keddek, amiket csináltunk, az volt nagyon, azért is nagyon jó volt, mert ugye sokan eljöttek, ahogy én láttam, elég nagy volt az érdeklődés, vagy nagy az érdeklődés utána, és az, hogy egy csomó információ újból előjön. Tehát amiből esetleg úgy összességében valami nagyon jó ki fog sülni, amelyek alapján még jobban alá lehet támasztani, hogy valóban tőlünk ment ki ez a lelet együttes. Hát én csak ezt meg tudom erősíteni, hiszen tényleg hatalmas az érdeklődés, hatalmas volt, és még mindig nagyon nagy az érdeklődés a Szeúzó Keddek iránt. A Médiacentrum YouTube csatornáján elérhető, és ilyen több ezer megtekintése van mindegyik videónak, aminek én azt gondolom, hogy azért az egy szép eredmény, hogyha a 9-10-12 ezeren kíváncsiak egy-egy ilyen előadásra, és hát folyamatosan jönnek a kérdések, hogy mikor folytatjuk. De azt hiszem, hogy átadom ezt a tisztet neked, hogy egy jó hírt közölhessünk a nézőkkel. Igen, hát arról beszéltünk, hogy mindenképpen folytatni kell, és valóban nagy az érdeklődés. Tőlem is szokták kérdezni, de hát ugye kapcsolatban szoktunk lenni, tehát tudom, hogy a tévében sokan megnézik, hála Istennek. Tőlem is szokták kérdezni, hogy lesz-e folytatása. Mondtam, hogy valószínűleg, hogy lesz, és remélem, hogy lesz folytatása, mert még úgy érzem, hogy nem lerágott csont. Tehát még mindig jönnek elő újabb információk, vagy jöhetnek elő, és még nagyon sok mindenről van mit beszélni, úgyhogy érdemes lesz folytatni, és ha minden igaz, remélem nem árulok el közös titkot, nem, hogy nem. Novembertől reméljük, hogy folytatni fogjuk.
És hát nyilván nagyon sok érdekességgel, meg sztárvendégekkel is készülünk. Egy igen, igazán grandiózus listát próbálunk igen. összeállítani, úgyhogy érdemes lesz akár ott a helyszínen, vagy akár a Fehérvár televízióban majd velünk tartani. Még egy utolsó kérdést engedjél meg nekem, hogy ugye folyamatosan beszéltünk a szeúzókeddek és egyéb alkalmak során arról, hogy még mindig bizonyítani kell, hogy ez a kincs valóban ide tért haza. Na most nem nekünk nyilván, hanem hogy ezek a tárgyak innen kerültek elő. Ez segítheti azt, hogy most már itthon van az eddig ismert összes darab? Ez előmozdítja a kutatásokat, Gabi? Biztos, hogy valamilyen szinten előmozdítja. Na most egy biztos, hogy sem az anyagvizsgálattal, sem a mitológiai jelenetek ábrázolásával ezt nem fogjuk tudni bizonyítani. Nagyon fontos, meg kell, hogy mondjam meg, hogy melyik műhelyben vagy hol készült, de ez ismerünk műhelyeket a késő antik időszakból, valamelyikbe készült, ez majd be lesz mutatva, vagy be lesz bizonyítva, de ez nem fogja bizonyítani, hogy tőlünk ment ki. Tudnélik, hogy ha megnézzük a késő antik leleteket, gyakorlatilag bármelyik bárhol előkerülhetett volna. Na most igazából, hogy innen ment ki, ugye az vitte rá a figyelmet, hogy a perzótáron rajta van a perzó, a Balaton ókori neve. Ha nem lett volna a perzótál, akkor senki nem gondolta volna, hogy tőlünk ment ki. Hiszen az egyik jellegzetes dolog, hogy és ugye a perzótálon van rajta a Szeúzónak a neve is, hogy egy ilyen zsánerkép abban a környezetben jelenik meg, vagy azt mutatja be, ahol a tulajdonos lakott, vagy a tulajdonoshoz kapcsolódik. Tehát ez irányította erre a lelet együttesre igazán a figyelmet. Tehát ez bizonyíték. Ugye aztán jött a triposz, most nem akarom itt sorolni, kvátriposz. Egy biztos, hogy ami nagyon sokat fog mondani az anyagvizsgálat, ugye annak idején még vettek 93-ban, tehát a per előtt, a New Yorki perre vonatkozólag anyagvizsgálati anyagot, de ugye azóta is, ugye már 93 és a 70-es évek közepe között is van egy bizonyos időszak, 93 óta meg még nagyobb bizonyos időszak van, tehát és a kémiai folyamatok játszódnak a talajba, ugye eső, hó, egyebek, tehát, de azért abból valami kijöhet. Egy biztos, hogy tudományosan igazolható, hogy tőlünk ment ki, de ez például egy bírósági perben nem állja meg a helyét. Ez már a New Yorki pernél is lehetett volna bizonyítani, főleg, hogy engedik az anyagvizsgálati anyagot, ami szintén erre a körzetre teszi a tárgyaknak az előkerülését. Nos, hát én azt hiszem, hogy lesz feladatunk bőven itt munkálkodni a Szeúzó kapcsán, és hát a Szeúzó keddekkel pedig majd folytatjuk hamarosan itt a Szeúzó kincshez kapcsolódó történetbontolgatását. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, és hogyha a Szeúzó kincsekre kíváncsiak és a történetükre, akkor a YouTube csatornánkon újra nézhetik a Szeúzó keddeket, amíg el nem kezdjük újra a sorozatot novemberben. Viszontlátásra!